Szeretettel üdvözlöm Önöket, Hargitay György vagyok, Mester Szakács. Közeledik a szüret, ezért arra gondoltam, hogy elkészítek egy szüreti oldalast. És ennek a receptnek az a különlegessége, hogy ezt Benke Laci bácsi találta ki, ezt a receptet, és én is tőle tanultam. Úgyhogy akkor Laci bácsi nyomdokain, szüreti oldalas. Ehhez a recepthez egy olyan oldalast válasszunk, ami jó húsos, lehet látni, elég magas, ugyanis meg kell majd ezt nekünk tölteni, méghozzá egy jóféle lángolt kolbásszal, tehát mindenképpen magas legyen. És az első lépés az, hogy a csontoknál egy nagyon picit megtisztítjuk ezt a húst, ugyanis amikor megsült, akkor szép, hogyha így egy picit a szeletekből kiállnak a hófehér csontok. És ehhez Laci bácsi úgy mondta annak idején, hogy egy keveset levágunk a húsból, mondjuk ilyen újnyi részem, így, egész a csontig, gyönyörű, ezt a húst le fogjuk darálni, más étel készítéséhez el fogjuk tenni. Adott esetben például itt a szüreti oldalas elé főzhetünk akár egy húsgombóc levest. Itt még azokat a részeket, ahol a csontok között hús van, szintén megtisztítjuk. Tehát itt a csontok mentén egyszerűen bevágunk, a húst innen kikapjuk ezekről a részekről, és utána még annyi történik, hogy kiskéssel én itt ezeket a csontokat egy nagyon picit megkapargatom. És akkor ezzel elő vagyunk készítve tulajdonképpen ahhoz, hogy elkezdhessünk dolgozni ezzel a ragyogó kis oldalassal. Nem sok ez a hús, ami leesett róla. Én egy ilyen 15-20 dekára satszolom, de arra elég, hogy 4 csészényi ilyen húsgombóc levest főzzünk, vagy van az oldalamon például savanyú káposzta, ligéleves, szintén húsgombócos, azt is könnyűszerrel elkészíthetjük ebből a kis leesett húsból. Ugye már annyit elértünk, így azért lehet látni, ugye, hogy megjelentek a csontok. Most már csak annyi feladatunk van hátra, hogy ezeket a csontokat egy kicsit még tovább tisztítjuk, egy kicsit megkapargatjuk. A hátulját is megtisztítjuk, tehát itt alávágunk ennek a kis hát ilyen hártyás, vékonyan húsos résznek. Egyszerűen így alányulunk, és ezt a részt szintén így levágjuk. Így a legkönnyebb egyébként körös körül megtisztítani. Amikor ezzel körülbelül így megvagyunk, akkor a húst lehetőség szerint középen egy nem túl széles pengélyű késsel középen felszúrjuk. Ide kerül majd a töltelék. Másik oldalról is lehetőség szerint így. Egy nagyon picit magát a kést így megforgatjuk benne, tehát ez ne legyen egy túl széles pengélyű kés. Így. Újjal, ahogy szoktuk, ezt a nyílást kimélyítjük. Ahogy ezzel megvagyunk, egy szál lángolt kolbásznak leszedjük a bőrét. Ez ugyanis megátolhatja azt, hogy maga a kolbász és a hús egybesüljön, és szeletelésnél bizony akkor kieshet a hús szeletből. És a kolbászt beletöltjük. Az így előkészített pecsenyét körös körül megborsozzuk, megsózzuk, így.
és félretesszük egészen addig, míg elkészítünk egy úgynevezett zöldségágyat, ami majd sütni fog. A zöldségágyhoz 2 vörös hagymát cikkekre vágok, és ugyancsak 2 darab paprikát, hát azt inkább ilyen nagyobb kockákra. Ide beleszórom a tepsibe. Teszek még hozzá 3 gereszt fokhagymát, amivel nem csinálok különösebbet, egyszerűen csak így félbevágva hozzádobom. Így. Kicsit megborsozom. Köménymagot szórok rá. Nagyon picit megsózom. Így. Ráöntök 3 evőkanálolajat. 1, 2, 3. Összeforgatom. És az előkészített oldalast ráfektetem. Így. Nagyjából 2-2,5 deci vizet köré öntök, így. Alufóliával letakarom. És 160 fokra előmelegített sütőben 1 órán át fogom sütni. Amíg sül, összetakarítok, és utána nekilátok a köretnek. És akkor jöjjön egy relaxációs gyakorlat, nevezetesen a főtt krumpliból karalábé vájóval, kb. Így a szőlőszemnek megfelelő nagyságú krumpli golyókat kiszúrunk. Ami krumpli marad, azt tegyük félre, például készíthetünk belőle krumpli krémlevest, vagy akár krumpli pürét. Mondjuk, amikor ezt Laci bácsi kitalálta nekünk, egy ilyen 180 fős fogadásnál, hazudnék, ha azt mondanám, hogy olyan bitang boldogok voltunk, de Laci bácsit nagyon-nagyon szerettük. Még annyit, hogy az így karalábévájóval kifúrt krumpli gömböket párizsi burgonyának nevezzük, és hogyha ezt bő olajban kisütjük, akkor ő lesz a mogyoró burgonya. A köredhez, hogy precízen dolgozzunk, szükségünk van személyenként 12 darab ilyen párizsi burgonyára, meg mondjuk beledobtam 1-2 tartalékot, és ezen kívül 2 darab tévépaprikát fölkockázok, valamivel kisebb kockákra vágom, inkább ilyen azt mondom, hogy ilyen 1-1,5 centis kockákra vágom, tehát kicsit kisebb legyen, mint a krumpli, és ugyancsak ilyen 1 centis kockákra vágtam jóféle főtt füstölt szalonnát. Ha szeletben van nekünk a szalonna, akkor is ekkorára vágjuk, legfeljebb akkor kicsi lapok lesznek belőle. És még egy dolog van nekünk, 2 gereszt fokhagyma ide ki van készítve, őt még pépesre vágom, és akkor készítjük a köretet. A körethez egy pupozott evőkanál zsírt serpenyőben fölolvasztok. Első körben szalonnát és a paprikát dobom bele, és így pirítom 4-5 percig. Kicsit megsózom, kicsit megborsozom. Mehet rá a krumpli. A petrezselyemmel fűszerezem. Ez a szép színes, ízes köret lesz majd az oldalashoz, amire hamarosan ránézünk. Nézzük akkor, hogy 1 óra sütés után hol tartunk. Öntünk alá újabb körülbelül 2 deci vizet.
ez majd feloldja nekünk azt a jóképű pörzsanyagot, már lehet is látni, hogy elkezdte feloldani, ami ugye a tepsin van, és ez majd kell nekünk a pecsenyeléhez. De akkor most még előtte hátra van nekünk az, hogy így, ahogy van, ezt a pecsenyét 45 percre visszatoljuk a sütőbe, menet közben most már szorgalmasan ezzel a szaftjával, levével locsolgassuk, illetve ha úgy látjuk, hogy megint csak zsírjára sült volna, akkor pedig pótoljuk ezt az elfővő levet, vagy elsülő levet. Elkészült a töltött oldalas. Csináljuk a következőt. A levét, pontosabban ezt a pecsenye szaftot, öntsük egy lábasba. Fontos elmondani, hogy itt a sütés második szakaszában folyamatosan gondoskodtam arról, hogy egy 2,5-3 deci folyadék legyen alatta, különben nem lesz egyszerűen jó pecsenye levünk. És ugye ha azt mondjuk, hogy ez 4 fős étel, számoljunk személyenként 1 deci pecsenye levet, akkor ez 4 deci, aminek lennie kell. A húst ilyenkor úgyis hagyni kell pihenni egy 10 percig. Ellenben, hát én ezt a paprikát nem. Ezt nem annyira szerettem benne, és a Laci bácsi se tette bele. De a hagymát, azt mindenképpen tegyük bele. Na, még egy picit itt úgy látom, hogy nem, ez már hagyma, jó. Tehát a hagymát azt viszont tegyük rá a köretre, és majd így együtt össze fogjuk melegíteni. Tehát ez a sült, párolt hagyma, ez egyszerűen valami zseniális dolog. Ha valahol nagyon leégett volna, azt tegyük félre, az bármikor benne van a pakliban, de a többit azt tegyük szépen hozzá, paprikát nem, csak a hagymát. Tehát a hagymát azt tegyük hozzá a körethez. Még a köret kapcsán szeretnék annyit elmondani, hogy menet közben, itt ugye, ahogy a tepsiben összeforgattam, elosztottam 4 felé, csak ránézésre, és úgy találtam, hogy kevés az a 12 szem mogyoró krumpli per fő, úgyhogy 15-16 golyócskát javaslok így. Itt, ahogy lehet látni, ez nincs is még összeforgatva, ugye? Tehát én is egy párat még beletettem. Jó. Ugye itt összegyűlik a zsír a tetején. Ebbe egy ilyen kis kanálnyi lisztet beleszórok, tényleg nem kell több, így, és megvárom, amíg ezt a lisztet a zsiradék beissza. Ezt nevezzük lisszórásnak, illetve ezt is lisszórásnak nevezzük. Ez lesz, ami sűríti a mi szaftunkat. Kerül bele fél kiskanál sűrített paradicsom. Azért nem több, mert ez nem egy paradicsomleves, mondaná Laci bácsi. Nem telt el fél perc, lehet látni, gyönyörűen beitta a lisztet, itt ez a zsiradék, és akkor ez mehet a tűzre. Fölforraljuk, megnézzük, hogy kell-e még bele valami ízesítő, vagy kell-e még rajta sűríteni, utána finom szűrőn átszűrjük, és a köretet azt összeforgatjuk, még egyszer, illetve összeforrósítjuk, addig a hús még pihen egy kicsit, és tálalunk. Picit alábecsültem a liszt mennyiségét, ezért még egy kis kanálnyit szórok ide a tetejére, ahol összejön a zsigadék. Úgy látszik, az előző egy picit kevésnek bizonyult, de így már szerintem jó lesz. Gyönyörű ízes pecsenyelevünk van. Mindenképpen kóstoljuk meg. Ó, ez már penge lesz. Semmi nem kell bele. Az íze egyszerűen káprázatos. Tudom, hogy bután néz ki, hogy egy egyszerű pecsenyelének, hogy mondhatom azt, hogy káprázatos íze van, de érezni benne a hagymát, a paprikát, egy picit a fokhagymát, megjelent ugye az iménti sűrített paradicsom, a só, a húsnak a kisült szaftja. Tehát ez egy nagyon koncentrált lé, ezért is kell az, hogy ne vízzel főzzük, hanem folyamatosan ugye a sütés második felében magát, a húst, azt akkor folyamatosan gondoskodjunk, hogy legyen alatt a lé, ami ugye, ahogy sül a hús, folyamatosan ízesedik, gyarapszik ízekkel, és ebből lesz nekünk egy olyan pecsenye levünk, amit máshogyan nem, egyszerűen nem lehet megfőzni. Most már az állaga is teljesen tökéletes. 2 percig forralom és átszűröm. Ezt az ízes pecsenye levet átszűröm.
Egyébként az is megoldás, hogyha a tepsiről a hagymát, paprikát, azt nem tesszük hozzá a körethez, hanem belepasszírozzuk ide a mártásba. De a Laci bácsi úgy mutatta, hogy ezt a párolt hagymát feltétlen tegyük a köretbe, úgyhogy én maradok ennél a változatnál. Annyi van hátra, hogy ezt a köretet anélkül, hogy összetörném a krumplit, tehát maradjon ezért a krumpli szép formás, egyszerűen átmelegítem, átforrósítom. A húst a csontok mentén fogjuk felszeletelni, mondjuk a végéről ezt a kis kolbászt, ezt lekapjuk, így, és akkor kezdjük mondjuk itt. Azt mondja, egy, itt lesz a köret. Itt már megy, gyönyörűen lehet vágni. A hús egyszerűen vajpuha, zseniálisan finom, gyönyörű. Tessenek nézni. Csodaszép. Aj. Ez a vége majd az enyém lesz. Ez a jóképű párizsi burgonya hagymával, szalonnával, kicsi paprikával. Elképesztően finom. Jöhet is így tányérra. Igen. Hogy a fotón jól nézzen ki, innen középről veszek ki két szelet húst, így. Sőt, inkább talán így fektetem. Ha most akarnám, akkor egy kicsit meg lehetne kapargálni a csontot, hogy valóban fehér legyen, de őszinte leszek, most nem is cél annyira. Jöhet rá a pecsenye lé. Úgy ügyeskedjünk, hogy a tetejéről a zsírt azt kergessük el, és a többiből tegyünk alá. Így. Hát azért Laci bácsi tudott valamit. Káprázatosan finom magyaros ételünk van. Díszítés. Én őszinte leszek, nagyon nem variálnék vele. Tennék rá mondjuk egy kettévágott koktélparadicsomot. Így. Egy helyen díszítünk. Koktélparadicsom. Teszek rá egy petrezselyemzöldet. És mutatom önöknek. Tehát így néz ki Laci bácsi töltött oldalasa, szüreti oldalasa.